A Magyar Kanizsai írótábor keretein belül a héten több esemény is lesz, ami a polgároknak szól, és a Knesa nagyszínpadán zajlik. Szeptember 9-én csütörtökön 19 órától Szűcs Nelli monodrámáját tekinthetik meg a színház kedvelők, aki Fedák Sári színművésznőnek állít emléket ezzel az előadással. Szeptember 10-én pénteken este 19 órától a regionális kreatív műhely szervezésében a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjére invitáljuk a közönséget. Ez egy kortárs zenei hangverseny, amely a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával valósul meg a 69. Magyar Kanizsai Írótábor keretein belül. A koncerten 4 szerző műve hangzik el, mégpedig Madarász Iván, Tallér Zsófia, Márkos Albert és Mezei Szilárd zeneszerzők művei. 4 különböző életút, amelyből 3-at a koncerten is köszönhetünk. Egyikükről azonban már csak megemlékezni tudunk, ugyanis idén áprilisban Tallér Zsófia elhunyt. Ami közös bennük, hogy a klasszikus zene talajáról indult mind a 4 zeneszerző. A Szegedi Szimfonikus Zenekart péntek este Gyüdi Sándor vezényli majd. A monodrámára és a hangversenyre is a belépés díjtalan. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.